Sziasztok, Meyer Kálmán Bori vagyok, és ez itt a Csipetnyi Boldogság. Kicsit régen jelentkeztem, de eléggé bedarált az életkény az elmúlt hetekben, hogy mindent be tudjunk szeretni a babaszobába. Még most is van egy kis hia, de már úgy gondoltam, hogy a nagy dolgokat megrendeltük, és nagyon büszke vagyok arra, hogy a legtöbb dolgot hazai kézműves anyukától sikerült beszereznünk. Úgyhogy ezt szeretném ma nektek megmutatni egy ilyen kis babaszobarútúr keretein belül, hogy mi mit honnan szereztünk be, és miért pont ezeket választottuk. Úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem, mert egy szuper nyereményjáték is vár rátok a végén. No, egy kis elősztori, így amiket látni fogtok majd termékekhez. Tehát nagyon fontos volt nekem tényleg, már így interneten, Instagramon nézegettem, hogy milyen hazai anyukákat lehetne támogatni az, hogy az ő termékeiket vásároljuk meg a babaszobába. Én mindig szívügyemnek tekintem amúgy így a kisvállalkozóknak a segítését. Úgyhogy mikor kitaláltuk, hogy mi lesz a kislányunk neve, ez még nagyon régen volt, akkor biztos voltam benne, hogy szeretnék egy névtáblát. Először amúgy ezt a falra szerettük volna felszegelni, de aztán a férjem meggyőzött, hogy szerintem ne oda rakjuk fel, mert nem is illett volna oda, úgyhogy végül az ajtó mellett döntöttünk. Ezt a Pingalló titkaitól rendeltük, gyönyörű printeket készítenek, és bármilyen méretben meg tudjátok rendelni ezt a kis kör alapú kis névtáblát, amit fel tudtok falra is akasztani, vagy fel tudtok ajtóra is. Úgyhogy majd ezeket a termékeknek a linkjeit be fogom rakni az infoboxba is, akkor meg tudjátok nézegetni, illetve remélem, hogy minél többen megrendelitek. És akkor mehetünk tovább, ha jön velem az operatőr. Igen, nem voltam, tehát amikor így elterveztük a babaszobát, akkor amit biztosan tudtunk, hogy szeretnénk, hogy azért lányos legyen, de nem ez nagyon Disney hercegnős, nagyon habos babos, nagyon rózsaszín. Inkább ilyen kis kedves, bájos, minimalista, ezt a hármat próbáltuk így összevegyíteni. Úgyhogy amikor jártunk a Mömaxba, teljesen más bútor miatt, megláttuk ezt a három kis képet, és megbeszéltük, hogy na hát ennek biztos, hogy szuper helye lesz a babaszobába. Úgyhogy ez konkrétan ide a kis ágy fölé került, és majd fogjátok látni, hogy az itt lévő arany pöttyök, majd a másik fallal nagyon szépen össze fognak így mosódni, meg ilyen jó kis harmóniát teremtenek a szobába. Aztán itt van nekünk a kisár, erről is egy kicsit mesélek. Ezt nem vettük, hanem ez egy családi örökség. Tomi gyorsan megmutatja, hogy is néz ki. Hány éves lehet ez, Tomi? Mit mondtatok? Legalább? Hát... 30 minimum. 30 minimum, illetve már 3-4 gyerkőcet kiszolgált Mirus előtt, ugye? Igen. Jól tudom. Festés ügyileg nem volt a legjobb állapotban, úgyhogy ezt egy bútorfestő ismerősöm nagyon szépen felújította. Ami ennek az előnye, hogy most látjátok, hogy a matrac ide fel van rakva, de ha a nő a pici, akkor lejjebb tudjuk rakni, úgyhogy ez nagyon praktikus, mert akár 3 éves koráig is tud majd benne szunyúkálni. Ezt a kis égősort, ezt a Pepco-ból vettem, ezt megmutatom. Ez csak egy ilyen kis hangulatos dolog, este, amikor már jövünk be fürdetésből. Igen, ilyen kis esti fénybe is megmutatjuk. Szóval, amikor majd behoztuk már fürdetésből, és már itt az etetés, altatás zajlik, akkor szerintem ez nagyon jó kis nyugtató hatással lesz a babára. Úgyhogy a fényt visszakapcsolom. Ezt majd lekapcsolom gyorsan. Igen, magát a lepedőt még nem mostam ki, tehát azt ne nézzétek. Egyelőre csak a szivacs van berakva. Itt van ugye egy sima kis pelenkázó, ez is örökség. Ezt is kaptuk igazából nem ajándékban, hanem már ebbe is, ezen is felnőtt egy gyerkőt. Úgyhogy ezért próbáltuk mindent ilyen, amit lehetett, ismerősöktől, rokonoktól beszerezni, így fenntarthatóan próbáltunk maradni így az egész beszerző út kapcsán. És akkor ha egy kicsit megfordulunk a kamerával, akkor mindenképpen szeretném megmutatni ezt az ágyneműt, amiben hihetetlen módon beleszerettem, ez már ki van mosva, ki van masalva. Ez a Picur műhelynek a terméke. Csodálatos baba ágyneműket készítenek kézzel, két hölgy. Úgyhogy ezt onnan rendeltem, ezt pedig ajándékba kaptam, ez egy ilyen kis
rágókat egy ilyen fakarikára. Kis nyuszifújás természetesen ugyanabban a mintában. Igen, és akkor amire nagyon büszke vagyok, és nagyon szépen köszönöm ezúton is, hogy a kiságyforgó.hu megkeresett, hogy szeretnének velem egy apró kis együttműködést, és hogy küldenének nekem egy ilyen kis monogrammos kis ágyforgót, és hát nem is nekem, hanem igazából a kisbabánynak. Úgyhogy én ebből a színbe választottam ki, nagyon javaslom, hogy rendeljetek tőlük, csodaszép termékeik vannak, természetes anyagból készül, ha láthatjátok, az egész fa anyagból van, egy természetes méviasszal van az egész átkenve. Természetesen a babátoknak a kezdő nevének a kezdőbetűjét ugye ki tudjátok választani, illetve nagyon sok színű kis nemezgolyó közül tudjátok azt kiválasztani, amelyik nektek a legszimpatikusabb. És a végén majd ehhez fog kapcsolódni a nyereményjáték, úgyhogy arról majd a végén még egy kicsit mesélek nektek. Aztán gondolkodtunk, hogy mi kellene a falra. Az egyik falon majd ezt megmutatjuk. Biztos voltam, hogy pöttyöket szeretnék. Itt két rendelést is láttam, mert először bízszínű pöttyöket rendeltem, aztán az végül nem tetszett, úgyhogy végül arany lett. De biztos voltam benne, hogy szeretnék valami kis falmatricát, úgyhogy hónapokig néztem az internetet, milyen matrica kellene, mi legyen rajta, és végül a petpet.com, azt hiszem, jól mondja a nevét, onnan megrendeltük ezt a kis nyuszi családot, ha Tomi végig megy így a falon, akkor látja, hogy nagyon egyszerű voltam úgy felragasztani, nem puklisodott fel, és szerintem hihetetlen aranyos kis nyuszikák vannak rajta. Igen, aztán ha arra megyünk, ez a komódis családi örökség. Ezt a sógornőm ajándékozta nekünk, ezt is egy kicsit fel kellett újítanunk. Illetve hát ami a kedvencem az, hogy kitaláltuk a bútorfestővel, hogy arany legyen a pillangó. Ebben totál szerelmes vagyok azóta is, illetve elég sok helyen visszaköszön ez az arany, pasztel, fehér, úgyhogy ebbe a színvilágba gondolkodtunk. Ezt a liszt fölvettem, az ilyen kis tartókát, de már azért belekészítettem egy pár dolgot, amit így használni fogunk a babánál. Aztán van egy ilyen nagyon szép kis hangulatfény, ezt a debreceni adventi vásárba vettük, kinéztem, és akkor 2-3 hét után visszamentünk, és nem tudtuk ott hagyni, annyira kis aranyos volt. Aztán, ha egy kicsit feljebb megyünk a polcokról, csak épp, hogy egy szó, ezeket a praktikából sima fehér lebegő polcok, ezt onnan szereztük be. Raktam rá egy nagyon szép kis zöld növényt, szerintem nagyon jól vidítja a szobát, meg olyan jobb közérzetet ad az embernek, hogyha ide bejön. Aztán, ami még az egyik nagy kedvencem, ezt a Justa nevű oldalról rendeltük. Ez egy nagyon strapabíró papírzsák, amit igazából még nem találtam ki, hogy most ezt személyesnek a tárolására fogom használni, vagy majd a plüssöket, játékokat rakom bele, ki ennek majd a funkcióját megtaláljuk, de minden esetre ilyen hihetetlen aranyos kis erdei állatok vannak rajta. És szerintem biztos megtaláljuk majd, hogy mire fogjuk a legjobban tudni használni. De van nekünk egy kádálványunk, ezt is kaptuk, ebben még a kádat várjuk, de ez már ide van készítve. És akkor a másik oldalon lévő falat, azt még mindenkit mutassuk már meg, mert ez is nagy kedvencem, aranyszínű pöttyök. Ezt is a Justától rendeltük, majd ennek is lerakom a linkjét. Elég sok színben, elég sok geometriai formában tudtok rendelni tőlük. Konkrétan ilyen erdei állatos kis matricáik is vannak, úgyhogy ha esetleg kisfiút váltok, és valami ilyen hangulatúvá szeretnétek a szobát varázsolni, akkor mindenképp javaslom, hogy tőlük rendeljétek a matricát. Kicsit megszenvedtünk a felrakásával, de van egy mérnök barátunk is, ő se perc alatt egy telefonos applikáció segítségével, mivel az volt a vízmérték, felrakta. Ezt az ágyat bent hagytuk. Sokan kérdezték, hogy miért hagytuk bent. Igazából macerás is lett volna levinni, meg úgy voltam vele, hogy ha nő a baba, akkor délutánonként itt azért lehet szundízni, mesét olvasni, szóval szerintem praktikus, hogy egy felnőttnek való ágy is maradt a szobában. És akkor még két dolgot szeretnék megmutatni. Az egyik szintén ez a Picur műhelytől jött, ez a kis baba fészek. Amit először a kiságyba szerettünk volna berakni, aztán átgondoltuk a dolgot is, végül csak az ágyneműt raktuk bele a kiságyba, mert hogy
Közben a matrac alatt van egy légzésfigyelő, és nem voltunk benne biztosak, hogy ezen keresztül is fogja érezni a babát, de egy cseppig, vagy egy percig se bánom, hogy megrendeltem, mert utazáshoz viszont nagyon jó lesz. Nyáron már elég sok helyre fogjuk vinni a kicsi babát, úgyhogy szerintem ez egy nagyon szuper, mert nem kell magunkkal vinni utazóágyat, összehajtogatni, stb. Ezt csak bedobjuk a kocsiba egy zacsiba, és akkor köztünk is fog tudni aludni a szállás helyeken. Úgyhogy nagyon hálás vagyok ezért. És még egy dolgot mutatni, igaz, hogy ugye február végére várjuk a kisbabát, mindenképp szükségesnek éreztem, hogy egy bundazsák, ami nem a legmelegebb beszerzésre kerüljön, úgyhogy ezt a baba ágynemű boltból rendeltem meg, ezt a csodálatos színű kis bundazsákot, ami igazából teljesen lecipzározható. Itt is rengeteg mintával tudtok találkozni, bele lehet rakni a babakocsiba, bele lehet rakni az autósülésbe, akár itthon is rá tudjátok rakni a kanapére, hogyha délután ezen szundítana a gyermek, úgyhogy ezt nagyon praktikusnak tartom. És szerintem nagyjából minden megmutattam, úgyhogy remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és akkor most pedig elmondanám gyorsan a nyereményjátéknak a szabályait. Tehát a kiságyforgó, akitől a kiságyforgót kaptuk, a kiságyforgó csapata meglepett egy ilyen rágókával, és az a jó hírem, hogy ezt valaki megnyerheti. Ennek mindössze annyi a... Ehhez mindössze annyit kell tenni. Hogy iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, és az infoboxba fogtok találni egy nyereményjáték linket. Arra kell rámennetek, ott kitölteni az adatokat, és január 26-án lesz a sorsolás, január 19 és 26 között tudtok majd játszani velünk. Úgyhogy egy ilyen szuper naturfából készült rágókát tudtok megnyerni a babátoknak. Remélem, hogy sokan fogtok velünk játszani. Még jelentkezni fogok több videóval, remélhetőleg, nem ígérem, de nagyon azon leszek. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és legközelebb is találkozunk. Sziasztok!